adventi mise, lampionos felvonulás, hatósági áras a burgonya és a tojás, megpróbálta kabátban kisétálni az üzletből. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 29-én 18 óra 5 perckor. Adventi misére várták a híveket a katolikus templomba. Beléptünk az adventbe, be a várakozásba, és hát nyilván ilyenkor várjuk a karácsonyt, a pihenést, az ajándékokat, az, hogy együtt lehessünk a többiekkel. Már foglalkozni kell, ugye, hát kinek ki milyen korban van, de foglalkozni kell azzal, hogy megvegyük az ajándékokat időben. És ezzel nincs is semmi baj önmagában, de az Isten sokkal többre hív minket, sokkal többet akar mutatni ezzel az ünneppel, ezzel a várakozással. Ugyanis már rögtön az elején mi nem csak Krisztus megtestesülését várjuk most, ugye arra fókuszálunk, de mellette főleg az advent elején ott van az, hogy várjuk azt, hogy Krisztus másodszor eljöjjön. Ezt a végítéletet, ami az evangéliumban eléggé ijesztően van leírva, viszont az Isten nem ijesztegetni akar minket, hanem azt várja, hogy azt szeretné, hogy mi valóban örüljünk, de hogy kicsit nézzük meg a Szent Leckét, ezt jobban is lássuk. Hallottuk, hogy itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Olyan furcsa hangzik, hogy miért ébredjünk fel. Ébren vagyunk, már itt vagyunk reggel, vasárnap reggel, talán nem szoktatok ilyen korán kelni sokan. De az Isten azt mondja, hogy ébredjünk fel, mert a mindennapokban azért mindnyájan el vagyunk a saját kis dolgainkkal, problémáinkkal, feladatainkkal, ami szintén fontos, de sokszor belemerülünk abba, és nem látunk többet csak ezeket, a kis dolgokat, a kis problémáinkat. Ezért nagyon könnyen eléggé lehangoltak is, lehangoltá tudunk válni. De az Isten azt mondja, hogy ébredjünk fel, és nézzünk fel. Az életünk nem csak annyi, mint ami itt van. Ez az életünk elmúlik, de az Isten figyelmeztet minket, hogy van egy örök élet. Ő azért teremtett minket, hogy örökké vele lehessünk, hogy örökké boldogok legyünk. Ehhez viszont fontos, hogy egy kicsit ki tudjunk tekinteni a mindennapjainkból. És érdekes itt az olvasmányban ez a izajási rész úgy mutatja be Jeruzsálemet, az egyháznak is a képe, meg az Isten országának a képe, és úgy jelenik meg, mint egy az arándoklatnak a vége. És amikor megyünk, hát biztos mindenkinek van olyan tapasztalata az arándoklatban is, de másban is, hogy mentünk valahova, lehet, hogy rokonhoz, vagy egy közös programra, és hát sokat kellett utazni. És az utazás sokszor fárasztó, unalmas, meg nem tetszik, meg nehéz. Viszont nagyon várjuk, nem? Hogy a végén valóban megérkezzünk, és a több, tudjuk, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Nem tudom, lehet, hogy a többiekkel lehetünk, lesz egy jó program. És ebben van egy ilyen feszültség bennünk, hogy mikor érünk már oda. És várjuk azt, hogy ott legyünk, és végre élvezhessük azt a helyet. És egy kicsit ilyen ez a földi életünk is. Isten felhívja a figyelmünket arra, hogy ez olyan, mint egy zarándokút. Mert ennek vége lesz. Itt ezen a fontos ez az életünk, de nem ez a végcélunk. Az Isten sokkal többre hív minket, örökké. És az is érdekes, hogy itt az Zsoltárban láttuk, hogy nem egy olyan unalmas, szomorú dologról van szó, kell menni oda az Isten országába, hanem azt mondja a Zsoltár, hogy Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Mert lehet, hogy sokszor unalmasnak tűnik az, amit az Isten mond, vagy nem tetszik annyira, vagy kinek van kedve templomba menni, sok minden lehet bennünk. Az Isten nem arra hív, hogy egy unalmas életünk legyen, hanem arra, hogy mondhatni vele egy kalandos életünk legyen, akkor is, hogyha nem is hagyjuk el a városunkat. Minden nap egy kaland az Istennel. És megvilágítja azt is, hogy ez egy út, ez a földi életünk még, de ezen az úton nem vagyunk egyedül. Egyfelől ő is kísér minket, másfelől pedig közösségbe megyünk mindig.
És fontos, hogy az Isten nem azt várja el tőlünk, hogy emberfeletti erővel szentek és tökéletesek legyünk, mert az nem megy senkinek. Csak Krisztusnak sikerült. És pont, ha megnézzük azt, amit itt mond a Jeruzsálemről ez az olvasmány, ugye azt mondja, hogy mert Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. És a törvény teljessége, azt tudjuk, hogy az a szeretet. Láttuk Krisztusnál, hogy ő emberré lett, amire most külön még várakozunk is, ebben az ünnepben arra készülünk, és meg mindenét odaadta, az egész életét nekünk, és feltámadt értünk. Azért, mert nem elvenni akar tőlünk, hanem mindig csak adni. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elképzeljük, de sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk. És ő mindig csak adni akar. Viszont azt mondja, hogy vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk becsületesen, és ezt részletezi. És ez az, ami talán egy pontig megy, de utána nem. De így fejezi be ez a szent lecke, hogy öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust és a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek. Tehát a keresztényként arra vagyunk meghívva, hogy Krisztus ezt a törvényt mindent beteljesített. És ezt a beteljesített törvényt akarja adni nekünk. Arra vagyunk meghívva, hogy átalakuljunk, olyanok legyünk, mint Krisztus a tetteinkben, nem csak elméletben, meg nem csak amit a hitanórán tanulunk, meg nem tudom, hanem hogy az életünk alakuljon úgy, ahogy Krisztus alakítja, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Az a Krisztus, aki már minden, az örök élet, az örök boldogság. És nyilván nekünk is be kell lépni a harcba, döntenünk kell, tehát magától ez nem történik meg. De hogyha egy kicsit oda tesszük magunkat, hogyha azt mondom, hogy én szeretném azt tenni, amit Krisztus mond, vagy nem szeretnék mérges lenni, vagy nem szeretnék, nem tudom, csalni, vagy megbántani a másikat, stb., akkor Krisztus jön és segít minket. A Györfi István Katolikus Általános Iskola szervezésében Szent Márton napi lámpás felvonulást tartottak. Az iskola Kossuth téri épületének udvarán a negyedikesek felidézték Szent Márton életét. A negyedik B-osztályos gyerekek rajzolták le Szent Mártonnak a történetét, az van ide kifüggesztve a táblára, és néhány perc múlva, hogyha elkezdődik a rendezvény, akkor két negyedik B-osztályos kislány elmondja Szent Mártonnak a történetét, és aztán énekléssel majd a felvonulás is kezdetét veszi, amely a város házánál éri el a csúcsot, a Városháza előtti téren, ahol liba énekeket, illetve libás játékokat mutatnak be a gyerekek az ott jelenlévőkkel, de közben, amíg mennek a kis lámpásaikkal, az érdeklődőket kínálják majd libasütivel. Kovács Miklósné igazgató köszöntője után a győrfis gyerekek, a szülők osztályonként más-más libalámpásokkal és süteményekkel libás dalokat énekelve vonultak végig a főtéren, a sétáló utcán át a Városháza előtti térig. Már régóta tervezgettük, hogy egy új hagyományőrző programot kellene megvalósítanunk, és a kollégáim az ötletgazdái annak, hogy legyen egy mártonnapi lámpás felvonulás, amiben bekapcsolódnak a kis óvisaink is, akik a fecske csoportban vannak, illetve az alsó tagozatos gyerekek. Nagy támogatottságra leltünk a szülőkben is, akik hetek óta készülnek a gyerekekkel, tanítókkal együtt, készítik a lámpásokat, amit kis ludakkal díszítenek. Hogyha az idén sikeres lesz ez a rendezvényünk, akkor jövőre meghívjuk a többi iskolának a tanulóit is ehhez a felvonuláshoz, hiszen ezek a kis lámpások, amelyek a szeretetnek a fényeit jelképezik, azokat elviszük az emberekhez, elviszük a családokhoz, hiszen itt is az a célunk, hogy a családok együtt is töltsenek egy rövid időt ezen alkalomból. Ott hatalmas kört alkotva folytatódott az éneklés, majd az iskolába visszatérve a szülői munkaközösség tagjainak köszönhetően lila hagymás zsíros kenyér és forró tea várta a gyerekeket. Aztán sütötték a libasütiket, hiszen a liba lakoma sem maradhat el a Márton naptól. Aztán ma délután már készültek a zsíros kenyerek, készült a forró tea, hogy amikor a Márton napi lámpás felvonulásnak vége lesz, és újra visszaérünk ide az iskola udvarára, akkor meglegyen a libanapi, a Márton napi liba lakoma is.
December 31-ig a már meglévő hatósági áras termékek mellé a burgonya és a tojás is hatósági árassá vált. A rendelet értelmében az alkalmazkodó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ellenértéknél nem lehet magasabb. Erről kérdeztük a kereskedelemben dolgozókat és a fogyasztókat. Ahogyan elmondták, sokaknak nagy segítséget jelent, hogy az eddigi 100-110 forintos ár helyett a fentebb említett hatósági ár érvényesül. Így főleg az ünnepek közelettével ez óriási segítséget jelent a magyar családok számára, hiszen az eddig bevezetett hatósági áras termékek mellett újak is felkerültek a listára. Hát még az is drága, azért egy tojásért 80 forint, de jobb, mint a 100 forint. Mándi Jolán, helyi kereskedő arról szólt, hogy a vásárlók is üdvözlik a magyar kormány legújabb intézkedését. Mi termelőtől kapjuk a tojást kartonra, amiben 360 darab van, hát azért ez egy-két kartonnal eladjuk hetenként, de most többre számítunk, hogy hatósági áras lett, és hogy most lejjebb ment a tojására. Hát a vásárlók bizonyára örülnek neki, hogy olcsóbb lesz a tojás, bár félnek attól is, hogy nem mindig lesz így tojás, de reméljük, hogy lesz, és persze, hogy örülnek neki nagyon. A vásárlók körében is népszerű az intézkedés. Hát olcsóbb lett a tojás, örül neki a krumplés, bekötött az állam, örülön neki, hát főleg a kisebb fizetés embereknek, mert még a kialukonak is, hát ugye, még azt is mondták, hogy hát 120 forint lesz egy tojásnak darabja, hát azért, bocsássa. Egy szolnoki áruházban a gyanúsított magára vett egy fűthető dzsekit, és néhány apróságot fizetve próbált meg kisétálni az üzletből. Gyanúsított kihallgatás lett a vége. Egy tiszaburai lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. október 16-án a kora esti órákban bement egy szolnoki áruházba, ahonnan egy 18 000 forint értékű fűthető jacket tulajdonított el oly módon, hogy a kabátot magára vette, és a kasszánál csupán egy csokit és egy rágó gumit kívánt kifizetni. A kabátban elhelyezett áruvédelmi etikett jelzést adott, ezért a férfit a biztonsági szolgálat tagjai feltartóztatták és értesítették a rendőrséget. A jogsértőt lopásvédség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. A szolnoki rendőrkapitányság nyomozói az ügy vizsgálatát befejezték, és a keletkezett nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!